Még fólia fedi azt a fekvőkocsit, amit kifejezetten betegek szállítására gyártottak, és ami mostantól a Szekszárdi Kórház járművében kap helyet. Két új autót kapott a kórház. Ezekben a járművekben az infúziónak, oxigénpalacknak, lélegeztetőgépnek is kialakítottak helyet. Német Csaba főigazgató az átadón azt emelte ki, a kórházi járműpark megújításának ideje volt, mivel 4-18-20 éves, több százezer kilométert futott betegszállító autóval rendelkezik az intézmény. Nagyon nagy szükség volt rá. Ugye a Balassa János Kórház egy pavilon jellegű kórház, 8-10 épületben zajlik a betegek gyógyítása. Éves szinten egy 32 ezer fekvőbeteget gyógyítunk, 500 ezer járóbeteg. Ezt a beteg tömeget kell az épületek között a gyógyítás folyamatának megfelelően mozgatni. A kórház a teljesen új, kifejezetten betegszállításra kialakított járműveket a Paksi atomerőműtől kapta. Fontosnak tartjuk itt élőként, a környékben élőként és a környékben dolgozóként, hogy a lehető legtöbbet tegyük az itt lakók érdekében, ezért támogattuk a kórházat. A Szekszárdi Kórházban nem állnak le a fejlesztésekkel, továbbá a megváltozott egészségügyi helyzetre való felkészülésre helyezik a hangsúlyt a jövőben.